amikor lement a szülés, akkor mondtam, hogy na, ha még egyszer epidurál nélkül kerülök szülőágyra, az nem lesz. Tehát, hogy Palkó, emlékeztes majd legközelebb. Hős vagyok. Ez egy terhességi teszt itt az asztal közepén. Ez milyen gáz? Hát mindegy, akkor megcsinálom. És mi jól maradtam, hogy ez most mi? Az egyetlen kapaszkodóm az volt ebben, amikor már meglátom a dokit, akkor már tudom, hogy az már a vége, mert hogy majd a nőgyógyász majd a végén jön. Igen. A doki már fél órája ott állt a lábamnál, mert mindig, hol van már a doki? A Micinél ebbe is beleőrültem, hogy 2 óráig altattam, és akkor aludt fél órát. És akkor nekem abban a fél órában kellett volna ennem, hogy legyen tejem, innom, hogy legyen tejem, lefürdeni, hogy nőnek vagy embernek érezze magamat egyetlen, és akkor nem igaz, hogy már megint ébren van. És kezdődik előről ez az egész verkli. Minden a helyére kerül ezzel, hogyha az ember szülővé válik. She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Én ezt tudtam, hogy ha ez a gyerek ez már egyszer végre tényleg itt van, akkor ő most már maradni is fog, hogy és ilyen. Jönni fog. Uh-huh. És ez így is történt. Tehát, hogy egy ilyen álomszerű nyugodt terhességem volt, semmi rosszul lét nem. Tehát, hogy semmi. Tényleg eszem erre mondják, hogy áldott állapot. Tehát nekem semmi bajom nem volt. Egyetlen percig nem émelyektem, nem volt rossz érzésem, nem fájt a derek, ami nyilván 9 hónaposan már nagy volt, meg már minden kényelmetlen volt, de nagyon boldog terhességem volt. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Volt ilyen, hogy akkor szülési terv, akkor hogy akarom hát a terv az annyi volt, hogy nyilván természetes úton szeretnék ennek nekifutni, mert hát kemény csaj vagyok, nagyon sok mindent végigcsináltam már, hát hányan szülnek természetesen minden fájdalomcsillapítás és egyebek nélkül, nyilván ez velem is így lesz. Így is történt egyébként, mind a mellett, hogy amikor lement a szülés, akkor mondtam, hogy na, ha még egyszer epidurál nélkül kerülök szülőágyra, az nem lesz. Tehát, hogy Palkó, emlékeztes majd legközelebb. Hős vagyok. De azért legközelebb, amikor kínálgatják az epidurális érzéstelenítést, akkor nem leszek ekkora hős. Nyilván pakoli fájdalom volt. Tehát, hogy viszont nagyon, nagyon gyors. Tehát, hogy mindenki azt lehet, mondja, azért hogy azért volt annyira pokoli. Hát igen, nagyon gyors. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy az én kislányom, meg az egész szervezetem az így mindent megsporolt. Tehát én úgy kezdtem el vajudni, fogalmam nem volt. Tehát ugye elmentünk egy CTG-re 37. 38. héten, és akkor mondták, hogy hát kismama, nem érzi az összehúzódásokat? Mondom, miért? Mit kéne, hogy érezzek? Rendesen periódikus rendes fájásaim voltak már akkor, mondom, tényleg. És akkor így mondta, hogy figyelj, majd mondom, hogy mikor kell érezni. És akkor már ugye rajtam voltak, és mondta, hogy látja, hogy mennek ugye a csíkok. Ja, mondom, ez a furcsa összehúzódás itt. Ja, mondom, ezt érzem. Hát ez most vajúdok. Ez szülés. Azt mondja, hogy menjenek, sétálnak egy órát, és akkor jöjjenek vissza, hogy lássuk, hogy jóslófájás vagy nem. Uh-huh. Akkor én pánikrohamot kaptam, hogy nem vettünk fülbevalót a gyereknek, mert nekem ez volt a másik izém, hogy a gyereknek azonnal, amint megszületik, azonnal ki kell lőni a fülét, mert hogy nem fog emlékezni, mert hogy akkor sokra nem fog emlékezni. Elmentünk, sétáltunk egyet, ettem egy fagyit, visszamentünk, én még mindig nem éreztem semmit, illetve hát akkor már azt úgy már figyeltem, hogy mit kell figyelni, és azt is éreztem, hogy ez rendszeresen van, de nem fájt. Visszamentünk, akkor megint rám kötötték ugye a CTG-t, és mondta, hogy hát anyuka, ez már pedig ez az. Mondom, hát ez tök jó, semmi pakom nem volt, semmi nem volt, tehát hogy úgy mentünk be, hogy semmi nem volt, úgyhogy ott, nem is tudom, kidobált össze pár ruhát otthon, és akkor tulajdonképpen a burokrepesztéstől számított 3,5 órán belül meg volt a mici, és igazából fájdalmaim is csak onnantól voltak. Tehát, hogy a tolófájás. Aha, reggel. Uh-huh. 10-re mentünk mondjuk a CTG-re, ilyen 11 tájba megállapították, hogy szülünk, és 4-re meg volt a mici. Tehát, hogy ilyen nagyon így, és akkor a doki meg is állapította, hogy hát lehet, hogy teherbeesésben béna vagyok, de szülésben
meg jó. Szülésre jó vagyok. És aztán ezt a rekordomat, vagyis ez nem rekord, de azért első gyereknél ez nem gyakran fordul elő, hogy ilyen gyorsan sikerül megszületnie természetes úton. Elmeséled, hogy anyáikat miért szereted? Miért? Hogy miért szereted anyáikat? Na, azt én szeretem. Mit szeret bennük a legjobban? Szeretném őket, hogy... Mert nem akarom elmondani a titkomat. Ó, csiha, én titkokról beszélgettem. Akkor ezt megtartod magadnak, hogy miért szereted? Amikor ott vagy benne, akkor egyrészt mondjuk nem a szülés, mert ott nyilván ott aztán ott áttolnak a folyamaton, tehát bármennyire kétségbe vagy esve, és már azt gondolod, hogy véged van, és ott a szülésznő, ott az orvosod, ott a mindenki fogja a kezedet, és végig fognak vinni ezen a folyamaton, és meg fog születni. Tehát ez egyetlen kapaszkodó gondolat, hogy ez a gyerek, ez ki fog jönni. De mikor ott benne vagy, azért én többször éreztem, mit színe, hogy ezt nem bírom tovább. Tehát, hogy nem tudom, valami legyen, már menjen, már vissza már nem tud menni, persze tudom, de hogy így Jézus már. De ez egy más tudatállapot egyébként. Teljesen más tudatállapot. Tehát én annyira nem voltam. Nem is ismerném magadra valószínűleg. Hogy... Egyrészt nem, másrészt már most tudom, hogy olyan dolgokat nem vettem észre. Tehát, hogy én ott az egyetlen kapaszkodóm az volt ebben, amikor már meglátom a dokit, akkor már tudom, hogy az már a vége, mert hogy majd a nőgyógyász majd a végén jön. Igen. Doki már fél órája ott állt a lábamnál, mindig hol van már a doki, de az a vége, és még mindig nincs, csak már teljesen kétségben voltam, és ez kiderült, már réges-régen ott volt, csak nem vettem észre, mert hogy annyira nem voltam magamnál nyilván, de nem lehet szerintem felkészülni ezekre, és arra se lehet felkészülni, hogy te személy szerint hogyan fogsz reagálni helyzetekre, mert ez egy olyan más élet tapasztalat és helyet, tehát hogy hiába ismered ki magadat különböző munkaszitukban, párkapcsolatban, nem tudom, anyaként egyszerűen nem tudsz felkészülni arra, hogy te belőled mit vált ki. Tehát ez egy folyamatos tanulás ilyen szempontból is, hogy így mire, hogyan reagálsz, és mit, hogyan kezelsz, és hát ez már most látom, hogy ez életünk végéig. Tehát, hogy mindig, minden élethelyzet, minden életkorhoz valami olyan új kihívást, amitől így csak így pislogsz, hogy na, még ez is. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Én egy nagyon aktív csaj voltam, és nagyon éles volt a váltás. Tehát amikor az így megérkezett, így felocsúttam a szülés után, ott volt ez a gyerek, és hogy úristen, hogy ez most már soha többet nem lesz olyan ez az élet, mint amilyen eddig volt. És azért ez egy... igaz? Igen, csak akkor még ott így nem feltétlenül azt láttam benne, hogy minden csodálatosabb lesz, hanem ott kezdett el megérkezni a felelősség, hogy Isten, tehát hogy én, mi felelősek vagyunk azért, hogy ő neki mostantól hogy megy a sora, milyen élete van. Meg hát lőttek az ilyen nagyon spontán laza dolgainknak, meg minden. Persze nyilván, ahogy haladsz előre, és így megtalálod így a komfortos pontokat, sarokpontokat, tehát visszatalálsz így önmagadhoz a gyerekes életedben is, akkor azért ez így már eloszlanak a sötét felhők, de azért az első 6 hét, ez nem véletlenül egy ilyen, ez a gyerekágyi időszak, ez tényleg arról szól, hogy így hirtelen így megpróbálod így visszakeresni saját magadat ebben az egészben, hogy oké, értem, anyuka lettem itt a kis babám, erre vágytam, itt van. Na de most akkor hol vagyok én ebben a történetben, mert azért ez hirtelen nekem nagyon rémisztő volt, tehát azért az egy nagyon nagy és nagyon hirtelen változás volt. Mi az, ami túllendített rajta? Tehát volt segítséged, anyukád, nyilván minimális, ő is aktív. Hát ő aktív, tehát most megy nyugdíjba egyébként, de még ő akkor ugye aktívan dolgozott, meg ugye az elején azt is akartuk, hogy hát az első héten ott mi ketten akarunk a férjemmel lenni, csak így hármasba ezzel a kisbabával, így van, igen. Hogy ennek megadni a módját, a hangulat. Tehát ugye anyukám később csöppent ebbe bele, babysitterünk nem volt. Nyilván itt a stúdió azért az egy olyan közeg, ahova bármikor be tudtam jönni, de hát nyilván az elején én is megpróbáltam így a hagyományos utakat járni, és akkor ott otthon maradni, otthon ott a házunk környékén próbáltam sétálni a Micivel, aki gyűlölte a Mózes, tehát ő az egyetlen gyerek szerintem, akit így leraktál egy ilyen Mózesbe, és én ameddig sétáltam vele, ő addig ordított, tehát hogy gyűlölte az első perctől. És azért ott még akkor... meg, hogy egyetlen gyerek, aki utálta a Mózes? Hát nyilván nem. És akkor tudod, ez a... akkor oké.
dönthetek én másképp? Tehát ha én felismerem, hogy az én gyerekem ezt utálja, akkor én most az évezredes, évszázados szokásokat, hagyományokat felszámolhatom, hogy másképpen csináljam? Azért, mert felismerem, hogy ez nem olyan, ez higgyétek el, ha én 3 órát tolom, ő 3 óráig fog ordítani, de nem fog aludni, és hát környezetemben tudod, kisgyerekes barátnők tömkeleg, aki már első héten postára ment, meg muffin sütött, mert gyereke evett, aludt, evett, aludt. Az milyen? Felhő. De szép. Ez egy nagy felhő. Az nagyon szörös. Az nem szörös, hanem ez így az. Megcsinálok róla színből is nagy felhőt. De már van felhő róla színből. Nem, mert kicsiből is szeretnék, meg nagyból is szeretnék. Nehezen indult be a tejtermelésem. Mm. Tehát én hetekig küzdöttem, amíg felküzdöttük a tej mennyiségét addig, hogy tényleg csak anyatejjel tudjam táplálni. És akkor ez is azért egy ilyen, tudod, egy a tökéletlenségemnek a megélése volt, hogy és szoptatni se tudom rendesen ezt a gyereket, de persze aztán sikerélményem volt, hogy megküzdöttem érte, megdolgoztam, és ez is olyan érdekes, hogy a Vencinél egész másképp indult, nyilván rutinosabb is voltam, most már utólag tudom, hogy a Mici nem volt akkor elég ügyes, csak én ezt akkor nem tudtam. Nem tudtam, hogy egy gyerek hogyan kell, hogy szopizzon, tehát hogy én miből fogom tudni, hogy ő jól csinálja, rosszul csinálja. De kisfiam beleszívott a mellembe, és olyan fájdalmaim voltak, csillagokat láttam az első pillanattól kezdve, ugye maga a szoptatás segíti, hogy összehúzódjon a méh, hát gyakorlatilag a szülésnél jobban fájt ez a folyamat, mert ő azonnal olyan erővel szívta a tejet, és erőszakosan, és persze ott ebből a szempontból is sikerélményem volt, mert nyilván azonnal beindult, és dőlt belőlem a tej, és tök jó, és hú, szuper! There's something about the way she laughs. And the way she always dances when she thinks nobody sees. A meddőpár akart egy második... Nem gondolkodtunk ezen egyáltalán. Tehát, hogy igazából az történt, hogy nem gondolkodtunk ezen, mert hogy igazából még nem is ocsúttunk fel abból sem, hogy egyáltalán született egy gyerekünk. Én hát 4-4,5 hónapos koráig tudtam a Micit úgy rendesen szoptatni, utána meg már csak ilyen immelámmal, mert egyszerűen nem volt elég tejem. És hát valószínűleg ugye elkezdett visszarendeződni a hormonháztartásom, meg a szervezetem. És gyakorlatilag egy picivel később, egy ilyen 6 héttel később lett gyanús először a dolog, hogy valami ismerős érzés fogott úgy el. Hát igen, mert ugye akkor még a menstruáció amúgy sem rendszeres, tehát hogy... Egyetlen, tehát hogy gyakorlatilag nem. Most itt azt hiszem, ez pont ezen a fórumon lehet erről beszélni, egyetlen egy ilyen pecsételő vérzés volt, ami jelezte, hogy lehet, hogy akkor most már ugye elkezdene visszaállni a ciklus, de gyakorlatilag soha többet semmi. Ennyi. És aztán valószínűleg ez lett egy kicsit gyanús, és mondtam az Erika barátnőm, hogy vegyem már egy tesztet, mert nem tudom olyan... Van egy ilyen furcsa megérzésem, de hát nyilván én magamtól is elhessegettem ezt a gondolatot, mert hát ugyan már hát 3,5 évig kínlódtunk, hogy a Mici összejöjjön, ez biztos, hogy nem, de mindegy, a kis ördög nem alszik. 2 hétig kerülgettem a tesztet, tehát hogy így hányódott, mert nem csináltam meg, mert annyira nem is tartottam fontosnak, meg nem is gondoltam, hogy igazából ez komoly lehet. És aztán egyszer azért csináltam csak meg, mert ott ilyen munkások jöttek, mentek ott a házunkba, valamit felújítgattunk, és akkor elmondom, nem, ez egy terhességi teszt itt az asztal közepén, ez milyen gáz, hát mindegy, akkor megcsinálom. És ki jót maradtam, hogy ez most mi? És ez az érzés, ez nagyon bennem van, ez a... Tehát amikor így nem az van, hogy így kiugrasz a bőrödből, és hogy Úram Isten, hát ez micsoda csoda, ami történt, hanem ez a Jesszus Máriám, most mi van? Tehát hirtelen tényleg köpni nyelni nem tudtam, meg hogy most hol a férjem, persze dolgozott, most mit csináljak? Tehát ilyen hogy teljesen megvoltam. Meg hogy egyáltalán? Teljesen megvoltam. Uh-huh. Arra, hogy felnyaláboltam a Micit, beraktam az autóba, de annyira zavarba voltam, a babakocsit otthon hagytam, mindent így csak így beültem a kocsiba, és így elkezdtem így autókázni, és ezen gondolkodtam, hogy hova menjek? Hova menjek? Kit hívjak fel? Mit csináljak? Kit? Hova? És akkor a férjem, oda mentem, a férjem külső helyszínen fotózott, és akkor oda mentem, és megvártam, és akkor beültettem a kocsiba, és mondtam, hogy itt a teszt. És
nyilván ő se akart hinni a szemének, és így az volt az első érzésem, hogy ránéztem a Micire, és zokogni kezdtem, hogy ez a szerencsétlen kislány milyen kevés időt kapott így egymagába, hogy így tudod, hogy ő így egyedül a gyerekünk, és hogy most akkor ez hogy? És még igazából még abban se egyeztünk meg, hogy hány gyereket szeretnénk, mert a férjem ő egy-egyke gyerek, tehát ő nagyon hitt ebben, hogy ő mint egyke, ő olyan szoros kapcsolatban volt mindig is a szüleivel, hogy ő egyszer nem tudott más dolgot elképzelni, csak hogy egyke gyerek. Nekem van tesóm, tehát én mondtam, hogy én meg azt nem tudom elképzelni, hogy nincs egy tesója, hogy kell egy tesó, higgy el, hogy kell egy tesó, de így ezen ilyen jól vitatkozgattunk, úgy nem különösebben volt téma, mert egyszer még nem tartottunk ott, hogy erről így döntést hozzunk. A Venci meghozta ezt a döntést, így helyettünk, és én azóta mindenkinek ezt mondom, hogy tudom, hogy nagyon nehéznek tűnik, vagy hát van, akinek ugye nem is áll vissza a ciklusa ilyen gyorsan, de ha valaki tesót akar, minél gyorsabban, mert nekünk ez nagyon életünk, bejött. Hát mondhatnám, hogy életünk legjobb döntése, ha egyáltalán mi döntöttünk volna erről, de szerencsénk volt, igazából ennyi történt, hogy óriási szerencsénk volt, és ez az óriási szerencse, ez azt gondolom, hogy ez megpecsételte aztán innentől kezdve a családunkat is, mert egyszerűen nagyon, nagyon jó élmény, hogy ilyen közel vannak egymáshoz. Ez is órákig, két napig tudnék egyfolytában, úgyhogy levegőt se veszek. Szóval nagyon sokan ijeszgettek, hogy ez pokoli lesz, hogy a pici meg a kicsi, és hogy ez rettenetesen nehéz lesz. Én meg pont azt éltem meg, hogy az összes bénasságom, amit a Micivel végigcsináltam, és amit én ott, hát rettenetes bizonytalanságaim voltak, nyilván első gyerek, hát hogy tartsam életbe, tehát hogy egy csomó küzdelmünk volt közösen, amin átmentünk, hogy ezt olyan gyorsan helyre rakta a második gyerek, mert olyan nyugodt, magabiztossággal, tudtam, hogy nyúlok hozzá, mit csinálok, tehát hogy visszanyertem az önbizalmamat, amit totál elvesztettem nála, És ez egy olyan jó érzés volt, és olyan jól esett, hogy rutinosnak tudtam magamat érezni, mert egyszerűen kis ujjamba volt az összes mozdulat, az összes rutin, tehát hogy annyira benne voltam még, annyira ugyanaz volt, 14 hónap volt, alig múlt el egy éves a Mici, amikor megszületett a Venci. És igazából azóta is az van, hogy nagyon ugyanazok a feladatok vannak a két gyerekkel, tehát hogy olyan szinten egyforma fázisban vannak, hogy gyakorlatilag sokkal egyszerűbb így az élet, mint két különböző életkorú gyerek különböző igényeit kiszolgálni. Miért? Tiszta csokis vagy? Hát ez szuper! Tehát, hogy és ők ketten is nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, mert gyakorlatilag tehát ugyanazok a dolgok. Nem ez, nagyon csúnya ez a csokis száj. Hát ez gyönyörű, tényleg. Ez már is tudok beszélni, Halloween-re való, tudod? Na jó, ez a Halloween-es jelmezet. Ez nem szép, ne csináld ezt kicsit. Megesle. Jó. Mondtad, hogy ha te kéred a papucsot, akkor nincs papucs. Nem mindig. És hogyha pali. Akkor sincs, nem. Ez mindenki, nem tudom, hogy van, de kettőnk közül én vagyok szigorú. Uh-huh. A Micivel kapcsolatban én veszítem el hamarabb a türelmemet, és akkor szoktam mondani, na, majd apáddal. És akkor ő meg szót tud vele úgy érteni, hogy nem ilyen szülői szigorra, hanem megdumálják, és akkor felveszi a papucsot. Meggyőzi, észérvekkel. Tudod, az apjának jobban megfogad dolgokat, de amúgy én vagyok a szigorúbb alapvetően. Csak már az inger küszöb olyan magasan van minden szempontból, hogy ha olyan nyug van, akkor meg kell emelnem a hangomat, hogy egyáltalán eljusson a fülükig. A Vencinél sikerült túlszárnyalnom, ott álltok azzal, azóta is rekorder vagyok. Ott 8-kor sétáltam be, de akkor már 2 perces fájások voltak, mert ott kicsit ellazáztuk, tehát akkor már tudtuk, hogy mi van, ugye már felismertük a dolgokat. Az is volt, mert az meg előtte mondta Doki, hogy jó, még igyek egy fröccsöt, mert lehet, hogy jósló fájásán, mert érzem, hogy ez már gyanús, hogy nem az, de jó, iszom egy fröccsöt. Meg még mondtam a férjemnek, hogy menjünk el enni, mert
nem fog még egyszer éhesen szülni. A Micivel nagyon éhes voltam, tehát hogy nagyon azt éreztem a végére, hogy egy elefántot meg tudnék enni, annyira kifáradtam, annyira éhes voltam, mert nem ettem semmit. Ugye éjnyomóra ott berohantunk a vizsgálatra, nem számítottunk rá, hogy ott tartanak minket, egy fagy itt elnyaltam ugyanott előtte, de nem ettem semmit, és rettetesen éhes voltam, és mondtam, hogy én még egyszer éhesen nem szülök, úgyhogy még egy hamburger gyorsan betoltunk előtte. És most kicsit előre szaladtam ugye a Venci sztoriával. Így gondolkodom most a szülésznő és az orvos hozzáálláson, amikor 5 perc múlva bementettek, és mondtad, hogy doktor úr, nagyon fincsi volt a hamburger. Hát konkrétan az volt, hogy 2 perces paprikával és egyebekkel. Nem volt semmi gond, csak annyi volt, hogy beértünk, mondták, jó, megjött kismama, mindegy, pont most van orvosváltás, feküdjön le, megvizsgált a doki, és akkor azonnal visszahívták telefonon az előző gyerekorvost, hogy már ne menjen le a parkolóba meg az autóhoz, mert ezennél sokkal gyorsabban meg fog születni ez a kisgyerek, úgyhogy azt hiszem 9 óra se volt. Tehát 8-kor értünk be, és 9-re Venci meg volt, ott volt a kezembe, úgyhogy így tük! Úgyhogy már epidurára nem volt idő. Nem, ja, és nem volt idő epidurára. Fú, pokoli volt. A második még jobban fájt, de azért, mert nagyon, akkor már nagyon tudtam, hogy ugye mi fog történni. És sokkal vártad. Élesebben, sokkal élesebben, magam nem, olyan kérdésekre válaszolgattam, Palko azon rögött, hogy legnagyobb tolás, meg fájdalmak közepett, ott még én válaszolgattam ott kint a folyosón valamit, a nővérke feltett valami kérdést a dokinak vagy a férjemnek, és én válaszoltam, mert annyira magamnál voltam, és annyira, és pont emiatt volt nagyon éles az egész, viszont ezért volt összeszedettebb is, tehát hogy így nagyon tudtam koncentrálni, mikor kell tolni, meg hogy, mert mindenki nagyon... tényleg pártolásból szegényként gyorsan ki is jött. A Vencinél tudtam azt hiszem igazán úgy megélni az anyasságomat, ahogyan én azt már a Micinél is szerettem volna. Nem feszültem erre rá, hogy most ő mikor alszik, meg hány órát alszik, hanem igény szerint. Majd. Na, és ezt, mert ugye már nem is volt időm ezen gondolkodni, mert a Mici az ugye akkor lett igazán, elkezdett járni, tehát kellett már szaladni utána. Tehát a Venci nem volt egy hetes, már játszótéren álltam vele, mert nem enni kellett, mert a Mici miatt meg nem tehettem meg, hogy nem. Ad, túl vajállam a májasz. Ezt apa neked adta? Igen. Az nem apáé igazából? Nem, nekem adta. A Micinél ebbe is beleőrültem, hogy 2 óráig altattam, és akkor aludt 1/2 órát. És akkor nekem abban 1/2 órában kellett volna ennem, hogy legyen tejem, innom, hogy legyen tejem, lefürdeni, hogy nőnek vagy embernek érezze magamat egyetlen, és akkor nem igaz, hogy már megint ébren van. És kezdődik előről ez az egész verkli, úgyhogy így 2 órán át ringatod, és énekelsz neki, és nem igaz, hogy nem alszik el, és nem tudom, miközben most előről kezdeném, na őt hagynám, tehát hogy tudod, mikor fogok órákat küzdeni azzal, hogy altassam, azért, mert az az elvárás, hogy az újszülöttnek nem tudom mennyi. Nyilván, hogyha szükségem van rá, akkor fog aludni, mint hogy a Vencinél így is volt. Tehát, hogy nincs két egyforma gyerek, na ez a lényeg. A párkapcsolatotokat hogy tudjátok megóvni attól, hát hogy anya és apa? Tehát ugye vagyunk anya és apa. Hát én azt szoktam mondani, hogyha te nyilván sose mindig Palkóról beszélsz, nem arról, nem, hogy egymás apa, között, meg pont, hogy apa anya? Egymást, aha. Igen, és aztán egy csomóan ránk szóltak, hogy ezt fejezzük be, mert igen, ennek rossz vége lehet, de azt gondolom, hogy mi ezt viccből csináljuk, tehát hogy ugyan pont most beszéltük meg, hogy tényleg, mert láttunk egy nagyon rossz példát egy anya-apára, és mondom, hogy én nem akarok ilyen lenni, hogy nem akarom, hogy ide eljussunk. Vannak ilyen elbújós esteitek? Vannak, igen, szerencsére igen. Tehát, hogy ki szoktuk tudni használni, hogyha... Igen. Tehát a nagyszülők, hál' Istennek, intenzíven jelen vannak az életünkben. A apósom itt is lakik nagyon közel a stúdióhoz, úgyhogy gyakran besegít. Meg hát a szüleim is, most be is álltunk egy ilyen rendszerre, hogy azért havonta egyszer elviszik egy hétvégére a gyerekeket, tehát akkor azt abszolút ki tudjuk használni. Meg azért néha szoktunk is elutazni egy-két éjszakára. Annál több nem esik még jól egyébként a gyerekek nélkül, de az viszont kell. Tehát én ebben hiszek, hogy hetente minimum egy este az, ami nekünk jár. És tudatosan, igen, erre figyelünk. És még akkor is, hogyha ez valami rendezvény, ez a munkához kapcsolódik, de akkor is azt meg tudjuk oldani, hogy akkor, ha apósom van a gyerekekkel este, vagy a szüleimnél vannak, akkor utána mi abból csapunk, kanyarintunk egy ilyen romantikus estét magunknak. Muszáj. Tehát, hogy én abban nagyon hiszek, hogy ez az alapja, hogy mi kettőnk között minden rendben legyen, és aztán minden további az erre tud ráépülni. A Micinek volt tegnap, mert altattam őket, és akkor mondtam neki, hogy
hogy utána mi még apával lent leszünk, és nem tudom, valamit ott utaltam erre, hogy az este azért nekünk még folytatódhat tovább, és teljesen kiborult, és kikérte magának, hogy, hogy ezt én, ne, én ígérjem meg, hogy én nem fogok innen elmenni, és most már én is le fogok feküdni aludni, és nem fogok apával lemenni a nappaliba, mert ő ez neki rosszul esik, hogy mi őt kihagyjuk valamiből, amiben ő nem tudott lenni, és nem tud velünk lenni. Nagyon intenzíven együtt van azért általában a család, tehát ha viszont együtt vagyunk, akkor meg nem nagyon... Nyakatokban. Tehát akkor mindig persze együtt. Hasatokon, ugrálás. És teljesen ki volt ezen a gondolaton is bukva, és hogy mi este... Neki? Hát próbáltam vele megértetni, hogy higgyel, hogy azért nekünk apával ez jár. Tehát egyszerűen az van, hogy nekünk is jogunk van beszélgetni egymással, még megnézni egy sorozatot a tévében, stb. De aztán annyira elkezdte magát felhergelni, azért, mert láttam, hogy veszélybe került az is, hogy egyáltalán elaludjon, tehát hogy képes lett volna direktívre maradni erőszakosan, csak hogy nehogy aztán nekünk apával legyen kettesben időnk. Tehát, hogy vannak időszakok, amikor egyébként ezt rosszul viselik, hogy mi lelépünk, meg kettesben programot csinálunk, pusztán azért, mert azt érzi, főleg a Mici, nyilván a Venci nem ennyire kis tudatos ebben, de hogy ő ki van hagyva valami izgalmas dologból, amit ő nagyon szeretne egyébként. I wanna spend the night with her, spring on my t-shirts, so it smells like her perfume. Ami nálam a legaktuálisabb, az a munka és az anyaság összeegyeztetése, az egészséges balansz beállítása, a lelkiismeret furdalás minimalizálása, ami hát gyakorlatilag lehetetlen, mármint elkerülni, hogy így ne legyen. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen életfeladat minden dolgozó nőnek, hogy ebben valahol találjon egy egyensúlyt, és így megbékéljen azzal, hogy igen, nem fog tudni mindig minden helyzetben tökéletesen helytállni. Csak hát könnyű azt mondani, hogy fogadd el, hogy nincs olyan, hogy tökéletes anya, és úgy vagy tökéletes a gyerekednek, ahogyan vagy, és azzal is példát mutatsz, ha egyébként dolgozni lehet, és nem tudom, csak közben megélni, hogy valahol csorbul azért valami, ezt azért elég nehéz. Végül is azért azt mindenképp hozzá kell tenni, akik elkezdik most irogatni, hogy igen, azért miért kell bevállalni, hogy minden este ott vagy a főműsor időben, stb., hogy azért sokan nem tudják, hogy te nagyon sokat vagy egész nap is akár a gyerekekkel. Persze, az én munkám, maradjunk ennyiben, hogy az én munkám az nagyon, nagyon szerencsés ilyen szempontból. Uh-huh. Tehát, hogy az én évemnek vannak nagyon laza szakaszai, és vannak keményebb szakaszai. Igen. Tehát vannak olyan szakaszok, amikor igen, mondjuk néhány hétig folyamatosan forgatunk, és akkor kevesebbet tudok részt venni a gyerekeim életébe. De közben van cserébe lehet 3-4 olyan szabad hónapom, amikor viszont meg mindig együtt tudok velük lenni. Tehát, hogy ezek így kiegyenlítik egymást, és nyilván nekünk szerencsénk van, mert a férjem időbeosztása vagy a munkája is engedi azt, hogy ő valamilyen módon igazodjon hozzám, és így összehangoljuk az életünket. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Olyan típusú konfliktusaink voltak az elején, hogy én ne akarjam azt gondolni, hogy csak én tudom jól csinálni, bízzak benne, és hogyha egyszer az van, hogy ő van a gyerekkel, akkor engedjem, hogy ő a saját módján csinálja. Amit néha nehéz volt, mert amikor a téli bundás kis csizmája nem adott zoknit a gyerekre, mert hát az bundás, és minek? És ilyen sztorik tömkelege, tehát, hogy akkor azért hiszem, hogy erről most már tudjuk, hogy a levegőt, hogy igen, jó, nem, tehát, hogy nem szabad, igen, tehát, hogy ő ugyanolyan teljes tudjuk, értékű. Hogy a parkó télen a bundás kis csizmájában nem hozzok mit. Okay. Nem, ugye szívességem, mert ő is hord, tehát nem is tudom, ezt hogy gondolta. De a lényeg az, hogy nekem ezt el kellett fogadnom, és meg kell értenem, hogy ugyanolyan teljes jogú szülő ebben a családban, mint amilyen teljes jogú szülő én vagyok, ő az apuka, tehát egyszerűen el kell fogadnom, hogy amit ő csinál, az ő saját rendszerében, de az ugyanolyan helytálló. Lehet, hogy az én rendszerem szerint nem lenne az, de mivel ő is ennek a gyereknek az apja, így aztán az van, hogy nekem ezt el kell fogadnom, és nem mindig az a helyes, amit én mondok, vagy én csinálok. Ezek a gyerekek valószínűleg ettől lesznek kiegyensúlyozottak, és lesz egy ilyen normális értékrendjük, hogy a parás anyukájukat kompenzálja a hippi apukájuk, aki meg így sokkal az bizonyos dolgokban, úgyhogy a Palkó nagyon liberális szellemben nevelkedett, és hát egy sikeres ember vált belőle, tehát azt gondolom, hogy
hogy azt nem lehet mondani, hogy amit ő képvisel, az nem fog működni. Én egy sokkal klasszikusabb családból jövök, nekem pedagógus anyukám van, tehát hogy egy matematika, számítástechnika szakos tanárnő, úgyhogy nyilván én egy sokkal vonalassan. 8-kor reggeli, 12-kor reggeli, 6-kor vacsora. Nyilván a mi családunk meg nem ezt az életet éli, tehát ehhez is így azért viszonylag gyorsan alkalmazkodtam én is, mint szülő is, tehát hogy nálunk nem ez lesz a követendő. De nyilván én azért sokkal sarkosabb vagyok egy csomó mindenben, mint a férjem. Mindig leugrasz, csak megnézed a családot. Én mindig leugrom, ez biztos. De amióta itt vagyunk, az körülbelül 20 perce van. Nem, azóta le vagyok ugorva. Igen, ide mindig beugrom, az biztos, de most nem vagyok ugorva, mert itt a vágóval beszélgettem a Virággal. Mintha kötelező lenne. Két percenként hiányoznak, hogy hogy van ez? Hát, jó, de most már azért hány óra van, fél hat. És hogy tudsz dolgozni úgy, hogy a Vince itt van például? Isteni, hát figyelj, a Vince fantasztikus, ma most mintán két napja beteg. Innentől kezdve a lehető legjobb napunk van, vagy napjaink vannak, mert ő most megtanult. Figyelj. Mutatom. Olyan profi fotó. Most rendesen látszik, nézd. Így álltott benne a stúdióba. Fényképezőgéppel a kezébe. Mindjárt küldök még egyet, nézd oda. Így, akkor megmutattam neki, hogy kell használni, és aztán utána saját magától fotózgatta a papucsát. Két és verkfotókat is lőtt arról a fotózásról, ahol nézd oda. Hát figyelj, pár év múlva abba hagyjátok a fogot, és a gyerekek folytatják. Igen, ülök és nézem. Szigetre, és nézd, és engem is fotózott ilyen ügyesen. Akkor megvan az utód. Megvan, kész, pipa. Előtted az utód. Benci, aki ma nem volt a VIP-ban, már kicsit köhög, igaz? Igen. Viszont marha jó motorozni. Ő viszont egész nap fotózott ma az apukájával. Mutatta a Pali nagyon büszkén, hogy előtte az utódja. Igen. Tehát, igen. Hogy, és nagyon ügyes volt el Benci. Egész nap lógott a nyakába a fényképezőgép, és apával kattintgattak. Tehát, hogy nyilván én abszolút ebben hiszek, hogy amibe csak lehet bevonni őket, vinni magunkkal. Uh-huh. Tehát, hogy ők, tehát, hogy mondjam, rituáléink vannak, amiket bárhol a világ bármely pontján, ha előveszünk, az maga az otthon és a biztonság. És azt gondolom, hogy mi erre tudtuk őket. Hát most csak arra gondolok, hogy az estéink hogyan telnek, vagy az altatásaink hogyan telnek. Tehát, hogy ezek az állandó dolgaink ugyanúgy megvannak. Tehát, hogy ők nem azt élik meg, hogy egy ilyen zaklatott életük van, ahol ide-oda cibáljuk őket. Tehát, hogyha ők a világ másik végén mennek aludni, vagy ébrednek föl, ott ugyanazok a dolgok történnek velük, mint itthon a saját ágyukban. Tehát, hogy szerintem nekik a mi közelségünk az sokkal fontosabb talán, mint az, hogy egy ilyen állandó környezetben legyenek, de lehet, hogy mással. Kicsik még, tehát nagyon sok dologra nem fognak emlékezni. Tehát nyilván ezek az utazások nekik valószínűleg csak egy ilyen benyomás, egy ilyen érzetként maradnak. De ezt akarom mondani, hogy az az érzet, az viszont meg fog maradni, hogy a világ nagyon nagy, nagyon színes, és hogy mindenhol otthon lehet lenni benne. Tehát, hogy én ezt szeretném nekik adni, mi is imádunk utazni, és szeretném, hogyha ők is azt éreznék, hogy nyitva van az ajtó, tehát, hogy az egész világ az övék, és nincs félnivalójuk, mehetnek, amerre látnak, fel fogják magukat találni, bármerre mennek így felnőtt korukba, mert közben meg az is bennem van, hogy nem biztos, hogy ők itt akarnak maradni, és nem azért, mert most Magyarországon élni ilyen vagy olyan, hanem a mi árnyékunkban élni nekik vajon milyen lesz, és ők ezt akarják-e, ezt választani, és ha egyébként nem akarják, akkor lehessen úgy dönteniük, hogy inkább külföldön, ahol a kutya nem tudja, hogy a nánás sipál, meg az ördög Nóri kicsoda, ott boldogulnak és állnak a saját lábukra. Jó lesz. Nagyon örülök neki. Örülsz neki? Milyen érdekes, hogy már ezen gondolkodsz. Hát nyilván azért ezen folyamatosan pöröksz, mert ugye az is egy ilyen állandó dilemma, hogy mutatni, nem mutatni, beengedni az életünkbe az embereket, vagy nem beengedni. Ártok-e én neki azzal, hogy tulajdonképpen szerintem ártatlan családi utazós videókban azért őket látni lehet.
vagy azzal ártanék neki, hogyha én azt az érzetet kelteném, hogy hú, te most egy ilyen különleges gyerek vagy, akit el kell bújtatni, senki ne lássa, hogy te ki vagy. Mi azt gondoljuk, hogy ez a kevésbé természetes, tehát hogy nekünk az inkább természetes, hogy így éljük az életünket. Igen, anyának ez a foglalkozása, apának ez a foglalkozása. Az internet korában, az Instagram korában, a Facebook korában, ahol szinte minden gyerekről a szülők raknak ki ilyen-olyan képeket. Ők ugyanolyan gyerekek, csak ők a mi gyerekeink, tehát valószínűleg rájuk többen kíváncsiak. De hogy én azt az érzetet nem akarom bennük kelteni, hogy ők emiatt mások vagy különlegesek, vagy rejtegetni valóak, vagy bármi, mert azt viszont nem gondolom, hogy az ő közvetlen környezetük, még ha egyébként mi el is rejtenénk őket, ugyanúgy nem tudná, hogy ők kicsodák, tehát az egy naív dolog. Így aztán meg azt gondolom, hogy talán a feladatunk inkább az, hogy felkészítsük őket, hogy ezt helyesen kezeljék, mert úgy is fogják róluk tudni, hogy ők kik. Hány éves most a Mici? 5, ugye? Mici 5 is. Hogyha 7 évvel ezelőtt, mondjuk, 7 évvel ezelőtt beszállhatsz egy időképbe, és a jövőbe utazhatsz, és ide megérkezünk most ebbe a történetbe, akkor ez milyen érzéseket kelt benned most? Tehát, hogy igen, ez áll előttem, mint tudod, a szembe tragédiája, mondtad, ez áll előttem, végigcsinálom-e? Ja, nem kérdés, persze, nem. Csodálatos. Tehát, hogy értelmet nyert minden. Tehát abban a pillanatban, ahogy ők megszülettek, vagyis hát pontosabban, ahogy a Mici maga megszületett, tulajdonképpen ott nyert értelmet minden. És ott került zárójelbe egy csomó olyan csipcsup hülyeség, amin korábban napokig tudtam magamat pörgetni, meg örlődni. És gyakorlatilag a mai napig ez az egyetlen kapaszkodom, hogyha bármilyen konfliktus van, vagy bármi bosszant, hogy kettőt hátra tudok lépni, és így ránézek el az egészre, és egyszer megvonom a vállamat, hogy amúgy érdekel ez bárkit? Nem az a legfontosabb, hogy ezzel a két gyerekkel mi van, meg hogy a mi kis családunkkal mi van? Tehát, hogy annyira felszabadító, nem tudom, függetlenséget adott a világ összes hülyesége alól, vagy hülyeségétől az, hogy csak az számít, hogy ebben a kis egységben mi történik, és ezt nem gondoltam volna, hogy ezt én valaha így meg tudom élni, és hogy így tudok tekinteni egy csomó olyan dologra, ami mondjuk 7 évvel ezelőtt még a világ problémája volt nekem, és szóval, hogy tényleg minden a helyére kerül ezzel, hogyha az ember szülővé válik. Köszönjük az őszintességedet, nagyon jó volt veled. Köszönöm, dumálni, jó volt. Kérdezzetek. Szerintem nagyon sokaknak adsz te erőt, úgyhogy... Igen? Nagyon sokaknak. Sztármami rovatunkban Ördög Nórinál voltunk, és családjánál. Sziasztok! Hello!